És immár itt ez a negyedik világ találkozó. Ez 8 napon keresztül tart, ez a zárónak most, ahol épp vagyunk, és itt a különböző konferenciák, rendezvények, Kókusztaszeri Európai Ifjúsági Nap. 3 napon át itt fölépítettünk egy világfalut. Úgy gondoljuk, hogy legyen egy olyan találkozóhely, ahol Magyarországról elszármazottak hazatérhetnek, és Magyarország barátai. Itt úgy építettük fel a falut, hogy ha valaki akar az ausztráliai magyarokkal találkozni, akkor elmegy az ausztráliai pavilonba. Aki az arab emirátusokba élőkkel, akkor a kárpátaljaiak, ők a díszvendégeink, ők is külön. Ez arról szól, hogy építsük kapcsolatainkat, és van egy jelszavunk, hogy határtalan összefogás értékeinkért. Jelmondatunk pedig, hogy jó magyarnak lenni. 2014 világtalálkozó szépe választás lesz ma. Polgári értékeket valló versenyről beszélünk. Nálunk nincsen fürdőruhás kör. Az idei szépségverseny szépe választásnak a mottójának én azt tűztem ki, hogy a divat és a művészet segítségével hidat építsünk múlt, jelen, jövő között, határon innen és határon túl, és mindezt egy 21. századi frissességgel megfűszerezve. Jó dolgot találkozunk ilyen sokan, és jó az, hogy különböző országban jutom 67-68, nem tudom hány országból, tehát nagyon sok országból jöttek magyarok, ami egyben egy nagyon érdekes dolog is, hogy ilyen sok felé vagyunk, és hogy mindenfelé találkozott az ember magyarokkal. Voltam én is úgy külföldön, hogy valahol bementem és kértem egy sült krumplit, és egy magyar hölgy szolgált ki. Tehát egy nagyon furcsa dolog, bár hozzátem, hogy Magyarország szerintem egy nagyon-nagyon jó ország, és én nagyon szeretek itt lakni. Tényleg egy nagyon családias közeg, ami itt van, tehát nem kell szerintem külföldre költöznie senkinek, de hogyha már külföldön vagyunk és találkozunk magyarokkal, az egy nagyon jó érzés.